A kárpátaljai szorványvidékeken egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása. A legnagyobb gondot a tanárhiány jelenti. Hangzott el a kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett szorványvidéken oktatók százi konferenciáján. A nehéz ukrajnai életkörülmények és alacsony fizetések miatt egyre több magyar pedagógus hagyja el a megyét. A folyamat miatt szinte már nincs olyan magyar iskola, ahol ne küzdenének tanárhiányjal. A kivándorlási hullám a szorványvidékeken okozza a legnagyobb károkat. A kárpátaljai szorványvidékeken a Pedagógus Szövetség és a Történelmi Egyházak szervezésében 40 tanár közel 1200 gyereket oktat magyarul. A Pedagógus Szövetség szakemberei egy 25 éve kidolgozott és működő rendszert fejlesztenek folyamatosan, mindig az aktuális kihívásoknak megfelelően. Nagy szükség van a pedagógusokra, pedagógus hiányban szenvedünk még mindig, és reméljük, hogy a következő tanévben egyre többen, akik végzősök, lelkesek lesznek és eljönnek szoranyvidéken dolgozni, hiszen nagyon megnőtt a magyar nyelv presztízse, rengetegen iratkoznak első osztályba, nagyon sok kétnyelvű gyerek van, nagyon sok ukrán érzi azt, hogy szeretné a nyelvet megtanulni, ezért van szükség pedagógusra. A kommunisták az első nagy népírtást a Szovjetunióhoz 1922-ben csatlakozott Ukrajnában végezték. A nagy gazdákat, a kulákokat vették célba. A tehetős ukrán parasztság ugyanis nem akarta odaadni a földjét és a jószágait, nem akart belépni a közös gazdaságba, a kolhozba, ezért 1932-33-ban halára éheztették őket. A szovjet rendszernek őket be kellett terelni a kolhozba, és el kellett venni tőle a földjét. Ezt semmiképpen másképpen nem tudták megoldani, hogy ö, olyan beszolgáltatási normákat szabtak meg, amelyek teljesíthetetlenek voltak, illetve ö, Bigádok járták a falvakat, akik behajtották az emberektől a termést, nem hagytak gyakorlatilag a padláson semmit. Hasonlóan kegyetlen, előre eltervezett népírtás kezdődött 1944. novemberében Kárpátalján, a magyarok körében, miután a szovjet csapatok elfoglalták a megyét. Háromnapos munkaürügyén összegyűjtötték az 50 és 80 év közötti férfiakat, aztán oszlopokban hajtották a szójvai gyűjtőtáborba. Itt egy hónap alatt 7000 haltak meg betegségben vagy éhen. A többieket tovább vitték a Szovjetunió belsejébe, a lágerekbe. Az utolsó magyar túlélő közülük a 2016-ban elhunyt Pocsai Vince volt. Hajtottak kifelé, úgy láttam meg, ösmertem meg a szomszéd embert, kettő vagy három gyerek maradt utána otthon, az meghaltott már. Taposnak rajta, mint a szemeten olyan meztelenül, ami zuhó volt rajta, még azt letipázták a többi foglyok. A magyar a településeken egy népírtás volt. Dubka György nemrég térképet állított össze, amelyen fel van tüntetve, hogy mely kárpátaljai településről hány embert vittek el és hányan nem tértek vissza. A kutató levéltári kutatásai alapján a szovjetek kárpátaljáról 40 ezernél több embert hurcoltak el a lágerekbe. Közülük csak nem 15 ezeren soha nem tértek haza. Majdnem minden harmadik ember oda maradt. Hát ez volt a legnagyobb népírtás, hiszen ez diszkriminatív, mert egyetlen bűnük volt a saját nemzetiségük, azaz magyar, illetve svár nemzetiség. No persze, hogy kerültek bele más nemzetiségűek is, huszinok, szlovákok, stb a kommunista ateista rendszer fő ellenségeinek a papokat tartotta. Kárpát a három magyar történelmi egyház közül a görög katolikust teljesen megsemmisítették. Templomaikat lerombolták, vagy az ortodoxoknak adták, papjaikat pedig elhurcolták. A római katolikus és református lelkészek többsége is lágerbe került. A lelkész bevitték, halálra verték, és akkor elveszett, csak eltemették. 91 után tudtuk meg például Gecsendrét, hogy, hol van eltemetve. Tehát bármikor, bármilyen ürügyjel el tudták távolítani a lelkészt, és el tudták pusztítani. A kommunizmus áldozatainak tiszteletére a KMKS 1990-ben emlékparkot létesített a Szolgai Gyűjtőtábor helyén. A felállított hatalmas márványtáblákra felvésték az áldozatok nevét. A hozzátartozók, látogatók itt a magyar síratófalnál helyezhetik el a tisztelet és az emlékezés koszorúit.